Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Megint olyan déjà vu érzésem van, gyerekek, ezzel az egésszel kapcsolatban, mert hogy volt még sok mindennel kapcsolatban olyan eset, hogy úgy mikor már valami társadalmi összjelenségnek számított, sőt azt is mondhatnánk, hogy nem csak hogy összjelenségnek számított, de hát igazi gazdasági bombasikernek számít egy-egy produktum vagy termék, és utána kezdünk el, vagy kezd el gondolkodni néhány ember, hogy te ezt nem kéne valamilyen szinten szabályozni, vagy nem kéne besorolni valahová, vagy nem kéne megnézni, mégis mi ez tulajdonképpen, mielőtt még a szabad piacon így tarolhat, mint ahogy azt megteszi, különböző környezetben és különböző korosztályokban is jön elő a másik történet és a másik probléma, mert hogy egy kicsit nem fogjuk elmondani a nevét a dolgoknak. Úgy vagyunk ezzel, mint a van az a bizonyos dolog, akinek vagy akinek a nevét nem mondjuk ki. A főgonosznak a nevét nem ejtjük ki, mert megjelenik. Tudjuk ki, akinek a nevét nem szabad kimondani. Ugye? Itt tartunk ezzel a történettel. Szóval úgy néz ki, hogy mégis valamilyen módon a dohányiparnak, vagy a füstölgő, gőzölgő iparnak az egyik nyúlványáról beszélünk, de mégsem az, hanem ők azt mondják, hogy valami más. Igen, az az igazság, hogy egy kicsit a jogszabályt ködös. Nem tudjuk, ugye? Hogy ezt kimondhatjuk, azt tudjuk, cigaretta márkák nevét nem mondhatjuk ki. Igen. Az egyértelmű. Esetleg lehet rá utalni, de kimondani nem. Na most az a helyzet, hogy ezekkel a termékekkel, amit Endre mond, határeset valószínűleg, igaziból nincs rá szabályzás. És tulajdonképp a mai témánk az kicsit erről szól, hogy mivel nincs rá szabályzás, ezért az egész egy nagyon érdekes helyzetben. Annyit sikerült legalább elérni, hogy ezeket a különböző aromás, hívjuk Manorúdnak a cuccot. Manorúd az úgy passzantos is, igen. És azt ugye hiszem, tudjuk, hogy a rúd az angolul bár, és tudjuk, hogy a Manónak hogy mondják, az micsoda, az egy elf, ugye? Például, igen, de tükörfordításban valószínű hozza a lényeget, bár én abban sem vagyok biztos egyébként, hogy itt nálunk Erdélyben konkrétan nevén nevezik azt a bizonyos terméket, amire mi itt mind jobbra-balra utalgatunk. Igen. Igen, mert én találkoztam olyan felülettel, vagy olyan közeggel egész pontosan, ahol csak szipukának becézik ezt a bizonyos terméket. Már látod, mennyire jó. De azt hiszem egyébként, hogy hiába kerülgetjük a forrókását, persze a biztonság kedvéért azért a neveket nem fogjuk, vagy a márka neveket nem fogjuk kimondani, hiszen ahogy Bence mondja, itt nem feltétlen lehet tudni, hogy mit szabad és mit nem, de azt hiszem, hogy egyértelmű, meg evidens, hogy miről beszélünk, mert sajnos, és azt kell mondani, hogy sajnos, nálunk is problémává vált az, amit egyébként Magyarországon most már le is szabályoztak. Pontosan azért, és pontosan az a probléma, hogy nagyon fiatalok, tizenéves korosztályokról beszélünk, azokról a gyerkőcökről, gyerekekről első körben, akiknek hát a dohányzáshoz nem olyan szabadna feltétlenül közel legyen, hanem azért X kor után is egyáltalán bármilyen típusú dohányterméket ugye csak 18 év fölött vásárolhatnak az üzletben, illetve nálunk ugyanúgy, mint Magyarországon probléma az, hogy ezeket a szipókás manórudas termékeket azért internetről egy gyorsan rendeléssel akár úgy is, hogy ilyen nem tudom, easyboxból felveszed teljes, tehát még futárszolgálatra sincs azon túl szükséged, vagy nem is találkozik ember emberrel, de hogy ténylegesen nagyon könnyen hozzá tudnak jutni nálunk is a gyerek. Úgyhogy mindenképpen arra gondoltunk, hogy itt az ideje erről is, vagy erről a tematikáról is egyáltalán beszélni, mert bár itt a manórudat azt így kiemeltük külön, de tény, hogy nem ez az egyetlen ilyen típusú termék, vagy egyáltalán márka. Amerikában is nemrég egész szépen bekorlátozták, szó szerint kitiltották az egyik másik nagy márka nevet, pontosan azért, mert hogy úgy, ahogy nincsen a jogszabály letisztázva, hogy pontosan hová is sorolandóak ezek a bizonyos szívható, meg gőzölgő, meg füstölgő, meg illatosított, szagosított, ízesített termékek, úgy az sincs leszabályozva, illetve nincs is konkrétan nyomon követve, hogy mi az, amit elszívatnak úgymond velünk, vagy egyáltalán mit tartalmaznak ezek a bizonyos termékek, és egyáltalán milyen következményei lehet ugye a fogyasztásának. Én csak úgy halkan mondom, megnéztem, hogy hogy árulják internet, és ezért levettem a szemüvegemet. Azt mondja, hogy cigára elektronika de unico falocinca, itt jönne a márka, Vape Pen, tehát Vape Pen. Ugye, ez a technikai leírása. Igen, neki. Ez a technikai leírása, a nevet azt kihagytam direkt, és az a durva, hogy megnéztem, hogy milyenek vannak, és nyilvánvaló, hogy tehát nem kincsőt célozzák meg vele, vagy nem téged céloznak meg vele, aki dohányos emberek vagytok, hanem azokat, akik kevésbé, mert ilyen Red Bull ízesítésű. Yeah. Meg, hogy kicsit kell javítsak, mert hogy abban a világban, ahol minden is most már a leszokásról szól, első körben mi vagyunk a célközönség. Én azt vettem észre, hogy ez csak egy nagyon
nagyon negatív hozadék, hogy ezáltal a sok ízesített, szagosított és egyáltalán könnyen elérhetőség miatt a legkisebbek, a fiatalok, a gyerekek is készhez kaphatják ezeket a termékeket, de az fontos, hogy tényleg azzal a céllal jönnek létre az ilyen különböző e-cigaretták, meg minden ilyen típusú kezdeményezés, hogy a rendes égős, perzselős, hamuvá, oszló, porló, égő cigarettát valamilyen úton, módon úgymond lecserélni, mert azt tudjuk, hogy káros. Igen, igen. Hát mondjuk ez volt az eredeti elképzelés. Egyébként ez a Manó Rúd, ez egy kínai termék. Tehát innentől arra fele, nekem elősen aggályaim vannak azzal kapcsolatban, hogy mit tartalmaz. Egyébként ezek az elektromos cigaretták, amiket ha te úgy tántöltősbe vásárolod, hogyha ilyen egyszer használatot veszel akkor is, az van, hogy igaziból nem tudod, hogy mi van benne. Jó, mondjuk a Parizerben sem tudjuk, hogy mi van benne, meg a Covid-oltásban sem, nem ez a lényeg. Tulajdonképpen a cselinkában az, hogy mondjuk amíg a Covid-oltást elég komolyan tesztelték embereken, a Parizert pedig évtizedek óta teszteljük magunkon, ezekkel nem tudjuk, hogy mi a hatás. Az egyértelmű, és ezt gyakorlatilag adott ponton, azt hiszem az Index járta körül, hogy olyan mennyiségű nikotin van benne, amitől, hogy mondjam, tehát olyan... 16 doboznyi cigaretta nikotin mennyisége. Igen, és gyakorlatilag amennyire elég, ugye ezzel 600 puffnak hívják, ami 600 lehellet, vagy szippantás, hogyha jobban tetszik, igen. Kíváncsi vagyok, hogy ez hány csomag cigarettának felelne meg. Meg még van egy dolog, amire a gyerekek, tehát egyrészt tényleg az ízeket akartam mondani, csak aztán itt közben elfelejtettem magam, hogy hagyjátok egy kicsit akkor itt mondjam. Tehát van például, hogy apple peach, vagyis hogy alma barack, jól van. A banán jég érdekes, de van, mit tudom én, peach mango, tehát bango marack, van... bango marack. Igen. Van ilyen, hogy sós nikotin. Nem tudom, milyen a sós nikotin, így eszembe nem jutott ez volna. Ez olyasmi, mint a sós magyaró, gyanítom én, vagy a sós karamella. Aha, csak igen. A cotton candy ice, tehát kicsit mentolos, de amúgy a mi a cotton candy, van már a vattacukor. Igen, akkor mi van? Pink lemonade, hát ez már nem is kell lefordítani, és mindenféle, a kedvencem az unikornis íz. Nekem van unikornis ízű. Igen, honnan vették a mintát? Mit? Az unikornis ízhez. Szerintem a szarvábor. Szerintem csináltak valami nagyon őrült, de tényleg ökörködős közvéleménykutatást, ezt valaki egyszer bedobta, mert ugye, hogyha keletről, Kínából jön az egész történet, el tudom képzelni az ottani közösségi médiában, így valaki egyszer csak bedobta a kérdést, hogy milyen ízű, nem tudom, cigarettát vagy utánzatot szívnál el, és akkor jöttek a jobbnál jobb, izgalmasabbnál, őrültebbnél őrültebb ötletek, azt egyszer csak ezt valaki komolyan vette, és lámit tartunk. A kóla és a licsi után azt hiszem, hogy Endrének átadom a szót, mindenesetre evidens, hogy nyalánkság íze van, és ezzel jellegzetesen nem a hardcore dohányosokat fogják megcélozni. Egyébként majdnem ott tartunk, hogy azt kell mondjam, hogy inkább szívjál valami jó erős cigarettát, mert ezt lehet, hogy egészségesebb. Nekem is reggel ez pont ez jutott eszembe, és persze senkit nem buzdítunk arra, hogy cigarettázom, a világ egyik legrosszabb dolga, ezt egyébként mindannyian jól tudjuk, de komolyan mondom, azután amennyicskét lehet tudni az ilyen típusú termékekről, én őszintén full szubjektív vélemény is kövezzetek meg, de addig jó, amíg tudod, még ki tudod bontani legalább, és látod, hogy valamilyen szárított dolgok vannak benne, de legalább szárított dolog van benne. Igen, meg mit tudom én, azért gondolja arra, hogy mit tudom, egy Philip Morris nagyságú cég, azért az egy kicsit kísérletezik, mielőtt bármit is piacra dobna. Nem másért, csak nem akar magának egy olyan büntető hadjáratot a nyakába, amit megemleget. És mi van? Ezt a gőzölős cuccot, hogyha egyszer betiltják, kínaiak, akkor többet nem gyártanak, azt annyi. Hát, vagy nem nálunk adják el. Mert ugye most az történt, hogy a globális piacon óriásit szakítanak ezzel az egésszel. Itt különben említettétek, hogy Amerikában már léptek a hatóságok, az FDA, a Food and Drug Administration, az az ügynökség, ami ezzel foglalkozik. Élelmiszerbiztonság is igazából, meg gyógyszerbiztonság is egyben. No már most ők azzal érvelnek, amikor ezt az egészet megfékezik, hogy tulajdonképpen eddig nem dohányzó tinédzserek körében is egyre többen kedvet kapnak a dohányzáshoz. Mert miről van szó, amikor megnézzük az egész dolognak a felszereltségét, az van, hogy egy dohányzást mímelő gesztus történik. Az történik, hogy veszel valamit, szépen, mint egy szipkát a szájba veszel, és akkor pöfékelsz. Hát ez egyértelműen a dohányzás mozdulat sora, akárhonnan is nézzük a dolgot. Ráadásul még azt is azzal is megérvelik a történetet, hogy ebben az egész mozdulatsorban mellé még az is társul, hogy mindenféle nagyon csiri-csári színekben van ez kiadva, hogy ti is mondtátok rá. Teljeséggel ilyen,
Komolyan, mint hogyha bemennél egy ilyen gyurma vagy játékboltba, ahol minden játék és minden egyéb eszköz ilyen foszforzöld, nagyon éles ciklámen, meg magenta, meg egyéb színekben van az egész kitalálva, hogy így jóformán, mintha a tinédzser vagy a fiatal tinédzser korosztály meg volna színbombával lőni, hogy ez na aztán nektek van célozva. Egyébként, hogyha voltatok ilyen helyen, van ez a frozen jogurt, Frojónak hívják azokat, megfagyaszt, ilyen fagylalt jellegű, na ott vannak ilyenek, hogy minden, pont ezzel az ízvilággal tudod a fagyidat ugye meglőni, úgyhogy egyértelmű, hogy kit céloztak ezzel, meg nem minket ismételtem. Én meg mindig vagyok annyira naív, hogy hiszem, hogy nem ez volt az eredeti cél, de azzal viszont nagyon egyet tudok érteni, hogy amikor ott az első körökben, vagy az első eredmények, és egyáltalán nem tudom, statisztikák eredményeit látva, valaki azt mondta, hogy hoppá, ez nem feltétlen annál a célközönségnél fogy jobban, ahol mi ezt gondoltuk eredetileg, hanem ne hoppa, tizenéves korosztály. Azt el tudom képzelni, hogy ott valaki egy ráérzett a bizniszre, és azt mondta, hogy oké, akkor legyünk még színesebbek, még tarkábbak, mert hogy mi a helyzet? Az a helyzet, amit ti mondtok, valóban legyen az fagylalt, legyen az cukorkabolt, legyen az vatacukor, legyen az játék, színes játék. Tulajdonképpen ami színes és tiritarka, egyértelmű, hogy sokkal inkább vonza főleg a kisebbeknek a tekintetét és egyáltalán az igényeit. Hogyha megnézzük például azt a másik márkát, amelyet Amerikából kitiltottak, látványában, az azért, tehát a Manó Rúdhoz képest, látványában azért sokkal visszafogó, idézőjelesen sokkal elegánsabb dizájn, tehát ott evidens, meg nagyon látszik, hogy akkor ez nem gyerekeknek készült, aztán meg pláne nem. És ott el tudom képzelni, hogy nem vették annyira a kicsi szívükre, lelkükre, még a pénz sem, amit pluszba hozott ez a tizenéves korosztály és az a fogyasztó réteg, amit akarva akaratlan elcsíptek. De egy biztos, hogy legyen szó kicsiről, nagyról, gyerekről, felnőttről, annyira bizonytalanok még az ilyen típusú készítmények, és mondjon bármilyen tanulmány, bármilyen hivatalos poszt, bármilyen kommuniké, amit kiküldenek akár cégek részéről, ténylegesen bármit, az biztos, hogy nem tudunk sokat ezekről a termékekről, és amiről nem tudunk sokat, az egyértelműen a veszélyes kategóriába sorolható, az én olvasatomban legalábbis. Van a Manó Rúd, és ugye van az amerikai, ami nálunk sose volt, ez a Julis. Beszéljük így. Hát figyelj, kimondhatnám a nevét, mert igazából egy nem egy olyan termék, ami nálunk megtalálható. Tehát akkor nyilván... Rendelhető netről. Úgyhogy nem most ilyen netről. Jó, oké, rendben. Mindegy, az a lényeg a kettő közt, és valószínűleg, hogy az eldobható, a Manó Rúd az azért áll jobban, mert ezt nem kell tölteni meg ilyesmi. Igen. Tehát pont megvan az a kényelme, ami a cigarettának rágyújtasz, elszívtad, eldobtad, csókolom, el van felejtve. Még van egy hátránya. Én emlékszem, hogy amikor jöttem haza, mit tudom én, tizedikes koromba bulikból, akkor édesem mondta, hogy lehelj rám, fiam, szivarszagod van. Ja nem, csak szesz. Hát a sör az benne volt a pakliban, azt gondoltuk. Most meg mangó uborka leszel. Vagy. Igen, tehát, de nem, hogy most a gyermeknek rágógumi szaga van, már akkor is gyanús lesz. Uh-huh. De hogy ez Isten igaziból lesz nehéz. Meg a másik, láttam az egyik ilyen, vannak ezek a különböző Facebook csoportok, ahol az egyik szülő rettetesen fel volt háborodva, és nagyon szitta a bolti eladót, vagy a bolt tulajdonost, hogy miért adnak el gyerekeknek ilyen Manó Rúdat. Uh-huh. Én úgy gondoltam, egyszer az anyuka otthon kéne körbenézni, hogy vajon a gyermeke miért akar ilyet vásárolni, mert nem a boltos feltétlenül a hibás ebben a történetben. Nyilván, hogyha van egy jogszabály, akkor itt azért kettőn áll a vásár, csak hogy úgy csinált, mintha csak a boltosnak lenne a hibája. Kezi csokolom, ez egy ilyen dolog, ugye a kamaszok azok világéletük ben lázadtak, hát ez a lázadás egy ideje cigarettával, vagy most tessék akkor ilyen gőzös lóf... igen, történik, lófülével. Tényleg nem tudom a megfelelő szót erre, de hogy én értem az anyukának a felháborodását, csak hát nem a boltoson kéne ezt levezetni, hanem az otthon kéne elbeszélgetni, hogy ez jó-e vagy a boltoson is le kell vezetni, mert az, amikor az ember saját szemével látja, hogy odaadják a kis két decis vodkát, ugyanúgy, mint a csomagcigarettát, és jelen esetben most a Manó Rúdakat is, egyértelműen kiskorú gyerekeknek, és tényleg se település, se nevet, semmit is se említsünk, mert biztos, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ilyet látott. Tehát addig azt hiszem, hogy jogosan mondhatjuk, és bocsánat az általánosításért, akinek nem inge, abszolút ne vegye magára, de igen, a boltos néni, a boltos bácsi és mindenki más felelőssége is az, hogy gyerekek kezébe ilyen ne jusson. Ezekkel a Manó Rúdakkal kapcsolatban az a tévhit járja a legkisebbek körébe, és a legkisebbek alatt, ha hiszitek, ha nem, 8-9 éves gyermekekről igen. beszélek, hogy ennek nincs nikotin tartalma, hogy ez csak ilyen püfékelős, amolyan játék, rágógumi, de van olyan is, nem? Cukorka ízű, ő
őszintén nem tudom most már megmondani, én próbáltam utána járni, hogy milyen helyzet ezekkel a termékekkel, ugye, amiről most beszélünk, ezeknek nincs nikotinmentes változata. Aztán, hogy van-e valami utángyártás, hasonszőrű termék, nem tudom, de egy biztos, szerintem függetlenül attól, hogy van-e nikotintartalma, avagy nincs, az ilyen pöfékelős, szivogatós történeteket nem 8-9 esztendős gyermekeknek a kezébe szabad adni, ha üzletről, ha önkiszolgálóról, bármiről legyen szó. Pont ezért jött a döntés, amiről beszéltünk még tengeren túl, hogy már maga a gesztus, maga a mozdulat sor, az dohányzásra emlékeztető, igen, dolog, és ezt fiatalok, tinédzserek, fiatal tinédzserek és még kisebb korúak esetében is látni, már azt jelenti, hogy a következő lépést a dohányzás lehet, vagy népszerűsíti a dohányzás mozdulatait. Plusz arról még nem beszéltünk, de szintén az említett történések kapcsán mondják szakértők, nem véletlenül, hogy senkinek egyelőre érdemben meg nem fordul a fejében, hogyha véletlenül nincs is nikotintartalma, ugye akár egy ilyen készítménynek, vagy egy utángyártott bárminek, attól függetlenül azok az illóolajok, azok az ízesítő cuccok, nem, igen, tudom mivel oldják ezt, mert kémiához nem értettem sose, de hogy azoknak a letüdőzése, az tulajdonképpen majd, hogy nem pont olyan káros, mint hogyha a nikotintartalmú dohányterméket fogyasztana bárki is. Sőt, megkockáztatják pontosan a, mit tudom, a felforrósodás és egyáltalán forró gőz véget, valószínű, hogy adott ponton nagyobb kárt is tud okozni. Úgyhogy itt első körben nem feltétlenül arról kell beszélni, hogy akkor a gyerek szervezetébe jut a nikotin, avagy sem, ha elpöfékel játékból és szórakozásból egy-egy ilyen tiritarka rudacskát, hanem inkább arra kell odafigyelni, mi az, amit tényleg letüdőz a gyermek most komolyan. Igen, és itt az a probléma már megint, hogy nem tudjuk azt se, hogy ilyen hatása van-e, mint ahogy nem tudjuk azt sem, hogy nincs biztosra. Tehát ilyen szinten egy kicsit nehéz, ugye, mert ha törvényes kereteket nézed, akkor az számít károsnak, amiről bizonyítottak, hogy káros, vagy az számít nem károsnak, amiről nem bizonyították még. Tehát, hogy itt megint fel lehet vetni ilyen kérdéseket, hogy attól függ, hogy kinek, ki az ördög ügyvédje, és ki az, aki a másik oldalon áll. Viszont ez, ami itt elhangzott, és le is van írva konkrétan, hogy tartalmaz ennyi és ennyi cigarettányi nikotint. Egyik vagy másik fajta termék, ugye? És valószínűleg nem hihető az adat, amit rátüntetnek fel amúgy. És ráadásul úgy, hogy akár az egész, nem tudom hány szippantás van egy ilyen történetben, egy ilyen manórudacskában, az egész mondjuk egy nekifutásból elpöfékelhető. És hogyha megnézed, hogy mennyi nikotin van benne, akkor ez csúnya párhuzam. Olyan nikotinmérgezés. Azért mondom, csúnya párhuzam, olyan, mintha adnál egy üveg vodkát a tininek, és megbíznál abban, hogy csak egy kortyot se fog meginni belőle. Tehát, hogy ezt most kecskére ne bízzuk a káposztát. Nem azért mondom, hogy nem bízom meg, vagy leírom a tinédzsereknek a józan járását, nem erről van szó egyáltalán, de ilyen módon, hogy az adagolás a gazdára van bízva, és az egészet egy slukban, vagy egy nagy izében odavágott hozzájuk, hát én szerintem tényleg, de tényleg szabályozni kell. Két sztori, az egyik színész barátaim mondják, hogy átszoktak erre is, és mondta, hogy de az egész társaság, és mondta, hogy úgy, hogy így ilyen szintereszketően mondta, hogy vissza kell térjenek a rendes cigire, mert valószínűleg kevésbé által. Most mondják ezt felnőtt emberek, akiknek van tapasztalata. Igaziból azt akartam mondani, hogy statisztika Romániára. 2014-ben a megkérdezett 14 év körüli gyerekeknek 9%-a élt ilyen termékkel, 2021-ben 28, ez valószínűleg 22-ben ennél nagyobb. Illetve azt is kell tudni, hogy a megkérdezett 16-17 éves gyerekek 50%-a valamilyen dohányterméket próbált már ki, javarészt ezt. Most úgy teszed fel a szemüvegedet, mint egy okosan dolgát végzett, nem tudom, addiktológus például. Na, de egyébként egy gondolatig vissza oda, amit mondtál, hogy Isten igazából az a helyzet, és akkor itt most hozzuk be, gyertek a játékba azt a másik terméket, amit szintén nem tudunk nevén nevezni, de akkor, ha egy picit körülírjuk, ez a vajmes dohány tartalmazó miniatűr cigaretta formájú cucc, amit ez szintén... a hevítős akar? Igen, igen. A nagyon kosznak hívjuk. Minek? A kicsit kosz, nagyon kosz. Kicsit kosz, nagyon kosz. Jó, remélhetőleg mindenki érti, hogy miről van szó. Na, apropó függőség, és egyébként pont a Manórút kapcsán megkérdezett szakértő Zaher Gábor neve sokunk számára ismerős lehet. Ugye ő mondta el, hogy mennyire könnyen okoznak függőséget az ilyen típusú termékek, nem csak a nikotintartalom miatt, hanem az ízvilág miatt is, és hogy egyáltalán rákattansz ezekre a jó kis ízesített cuccokra. Na, vissza a nagyon koszos, kicsit koszos termékünkhöz. Az a baj azzal is, mert egyébként annak se tudjuk minden szögletét, ágát és bogát, de annak kapcsán látod, Bence, nekem is van
olyan ismerősöm, aki ezt említette, sőt, be kell valljam, derekasan saját bőrömön is tapasztaltam, mert abban is van valami illatosító, ízesítő, olajszerű. Az olyan, mint valami teját pöfékelnének mellett. Nem, egyébként attól függ, hogy milyen színben válasz valószínűleg az ember, de nem ez a lényeg, hanem hogy én, és akkor íme a negatív példa, legyen tanúság mindenkinek, én a saját bőrömön, saját magamon éreztem azt, amikor elkezdtem, azt is kipróbáltam, hogy olyan volt, és nem hordoztam magammal, nem volt a zsebemben, nem volt a táskámban, azt mondtam, hogy otthon jó helyt van, aztán úgy hébe-hóba, ha a kedvem úgy kívánja, ám megkóstolom. Olyan volt, hogy elindultam innen a stúdióból, mondjuk a stúdió ajtajába eszembe jutott, hogy jaj, hát otthon van a kicsit koszos, nagyon koszos kis szívókám, amit én ugyan nagyon-nagyon szeretek, egészen amíg haza nem értem, és beszélek róla, és most is történik, a szájamban a nyál gyűlt meg. Tehát úgy beindultak ezek a reflexek, ez a kívánat, ez a kívánás, ez a... Hú, na igen, valahol itt, és ez a fontos, valahol itt kezdődik a függőség, legyen szó kóla termékekről, legyen szó dohány termékekről, legyen szó alkoholról, vagy éppen drogokról, és azt hiszem, hogy talán a legkisebbeket is arra kell megtanítani, hogy amikor ezt érzik, ezt veszik észre magukon, akkor kell azt mondani, hogy stop, még ha véletlenül ki is próbálták. Én rákerestem, miközben itt beszélgettünk, ugye Google-i a barátunk, hogy amit Kincső mondott, hogy van olyan, ami gyerekeknek van számva, amiben nulla nikotin van. Rossz van olyan? Nincs. Ugye? Hogy nincs. Nem, tehát azt nagyon nem kéne. Mm. És ha rákeresel arra, hogy cigar elektróni csepentru kopi, ugye ez volt, akkor ez dobja ki. A manórudat. A manórudat, ugye? Ez a ezt a dolgot, ezt nem... Hogy ez a legközelebbi találat. Tehát, hogy hogy mondjam, biztos, hogy meredek lenne azt mondani, hogy a cigaretta egészségesebb, mert egyrészt tényleg nem tudjuk pontosan. Nem ismerjük ennek a használ. A legegészségesebb a hegyi levegő, ezt mindannyian tudjuk. Hegyi levegőt azt még egyelőre nem lehet csomagban kapni, úgyhogy valami más megoldást kell találni. Én értem, hogy ezt arra találták ki, hogy úgymond dohányzás kiváltó termék legyen. Én isteni igaziból azt hiszem, hogy sokkal erősebb függést vált ki, pontosan a nikotin miatt. Az jó kérdés, hogy amit Kincső emlegetett, a kicsit kosz, nagyon kosz, az vajon tényleg egészségesebb-e? Akik komoly dohányosok azt mondják, hogy azóta kevésbé köhögnek. Egyébként van ebben is valami, de abszolút nem akarok én semminek és senkinek az oldalára, pártjára állni, aztán pláne nem, ha ilyen vacakságról van szó egyébként. Tehát a leszokás pártján vagyunk. Igen, azon vagyunk mindannyian. Viszont az biztos, mondom, hogy a nikotin szintet és mennyiséget is odébb téve szerintem ez a veszélyes része ezeknek az új modernkori termékeknek, ez a candy hangulat, ez a cukorkodás. Függetlenül attól, mert nézzétek meg, egy felnőtt pont úgy megeszi a zserbóját, vagy pont úgy meg vásárol, nem tudom, 3 gombóc fagyit, ha kívánja, tehát valamiért az édességek, a finomságok, ez a jó szó, a finomságok utáni inger, azt nem nőjük ki, azt úgy tartjuk még 70 pluszosan, 90 pluszosan is akár, és szerintem itt valamire annyira ráéreztek a modernkori e-cigi gyártó vonalon, hogy nagyon ez piszkosul veszélyes tud lenni. Igen, és pont itt van az a nagyon csúnya része az egész történetek, hogy elkezdtük mi első körben, persze mindenki a gyerekeit meg a tiniket félti az egész történetről, és megérthető, mert nagyon fura látni egy 10 éves vagy 12 éves ilyesmiben járni az utcán, vagy egyáltalán a kezébe meg, ahogy használja, így megüti az ember szemét startból. De higgyétek el, hogy pont úgy, ahogy a tiniket meg a fiatalokat félteni kell, ez a nagy cukiság, aromásított, stb. Világtól a felnőtteket pont úgy kell félteni. Pontos. És itt ez két irányba támad ez a történet, mert ha jól megnézed, én legalábbis a saját ismerősi körömben ilyen rózsaszín meg foszfózöld meg stb. Egyéb manorudacskával olyan embereket látok kézben, akik világ életükben, mióta ismerem, nem dohányoztak. Tehát általában nem dohányzó réteget kortól függetlenül is támadja, vagy érinti ez az egész történet. Ők a megcélzott célcsoport, hogyha, jó, bocsánat, lehet nem ők voltak a megcélzott célcsoport, de hogy azzá váltak, és visszatérő vásárlókká váltak ebben az őrületben, ez most már így sajnos egyértelmű. Egyébként Zahér is azt mondja, hogy pontosan az az ijesztő az ilyen típusú termékekben, hogy sokkal nagyobb robbanásszerűség történt, amikor megjelentek a piacon, mint amire bárki is számított volna. Tehát amit nem is tudom, Bence korábban ugye mondta, csak például a Magyarországi Manóta romániai adatokat, hogyha gyerekek dohányfogyasztásáról van szó, ez még szerintem 2022-re még ijesztőbb és még durvább, egész komoly vulkánszerű hangulatot fog idézni. És nagyon fontos szerintem pont ezért letisztázni, vagy egyáltalán beszélni arról, hogy nézzétek meg, hogyha egy sarki kis ABC-ben dolgozó hölgy, úr, bárki a legkisebb erdélyi településen azt az infót kapja, hogy ez egy nikotin
gelatinmentes, effektív szórakozásnak és játéknak minősíthető, majdhogy nem édesség, nyalánkság, és ezt odaadja, eladja akár szülőnek, akár gyereknek, akkor szerintem itt első körben az fontos letisztázni, és többször hangot adni neki, akár rádión keresztül is, igen, hogy ezek nem nikotinmentes dolgok. Ezek veszélyesek, nem csak a nikotintartalom, hanem az olajok véget is. És egy picivel drágábbak talán, mint egy csomag cigaretta, de többet tartanak ez a másik. Mindjárt elmondjuk azt is, hogy mit hirdetnek magukról, persze addig még várjuk, hogy írjatok a 0726-71-99-66-ra, vagy a Facebook oldalunkra. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan. Tényleg. Hármas szabály. Ott maradtunk el, ugye, hogy beszéltünk ezekről a csodálatos manórudakról. És fel akartam nektek olvasni azt, hogy mi van a termék leírásban. És akkor, tudod, mit pereljenek be, hazudnak. Vállalom. Tényleg vállalom. Amúgy is van nagyon jó ügyvédem. Szerusz, Lacika, tudjad, meló lesz. Hanem akkor Alexnek. Valamelyiknek a kettőből. Nem félek. Tehát ilyeneket mond, hogy nem tartalmaz kátrányt. El tudom képzelni, nem tartalmaz kátrányt. Okay. Nincs szükség öngyújtóra vagy tűzre. Hát mindjárt gondoltam, ha meggyújtod, valószínűleg felrobban a kezedben. Nincs veszély annak, hogy 4000-nél több vegyi anyagot juttasson a szervezetébe, amit a klasszikus cigaretta állít elő. Lehet kötni, és hogyha a márkás cigaretta név lennék, akkor én például rá is kattannék egy ilyen kijelentésre, mert vajon mennyire tudományosan megalapozott. Hát mit tudom én, az American British Tamagotchi meg a Philip Morris helyében én már ezeket perelném, mert mindegy, nem veszélyezteti a passzív dohányzókat, mondjuk ez de igaz, nem. Szerintem, mert nem lélegzett be. Nem, de megérted egy jó kis vanília, mango, bango, borka illatot. Mi ez? De nem várt, tehát a passzív dohányzás ugye arról szól, amikor tényleg olyan füst volt annó 2000-ben a Music Pub, majd kockát lehetett vágni belőle és hazavinni, az egy másik kategória volt, azért jó, ez annál csak, jobb. Jó, csak azt nézzük meg akkor ilyen szempontból, és bocsánat, ha szőrszál hasogató vagyok, de mit jelent maga az, hogy veszélyeztet is? Mert oké, hogy a rendes cigarettánál a dohányfüst, ugye az égés termék és az abból fakadó füst, az nagyon káros tud lenni a passzív dohányosra is, ha beszívja, de nem-e ugyanolyan veszély az, hogyha közvetlen környezetedben a másik szipókázza ezeket az illatosított mindenféléket, és ez az ingerek meg a kívánás okán őt is előbb-utóbb függőségi szintre viszi. Szerintem az ingerek és a kívánás nem. Itt a passzív dohányzás az nem az ingerekről és a kívánásról szól, az arról szól, hogy amit te kifújsz, mondjuk azt a másik belélegzi. Nem tudom egyébként, hogy ilyen szempontból megállja a dolog a helyét. Mondjuk azért teszünk egy kérdőjelet, jó? Nem hiszük nekik el egészen ezt a dolgot. Nincs tűzveszély, használható beltérben. Egyébként tényleg ezek az elektromos cigik használhatóak beltérben? Mert én úgy tudom, hogy a román szabályzás úgy van, hogy az sem használható bent, tehát csak kültérben lehet használni. Nem tudok róla, hogy szabad lenne, sőt volt olyan helyzet és precedens, hogy kávézóban, nem tudom, kocsmában, vendéglőben, nem tudom, hol esett már meg, hogy valaki használt ilyen szívnivaló cipókát, és oda jött a pincér és jelezte, hogy akkor ezt ne itt. Én egyébként a nagyon koszosokat megkérném szépen, hogy tényleg ne szívják beltérbe, az se oké. Tehát egyrészt tényleg van annak is egy szaga, amit én enyhén utálok, meg hogy mondjam, tehát nem oké. És a hatodik, ami a büdös nagy hazugság, hogy leszokáshoz ideális változás lehet. Ha csak nem úgy, mint annak idején, ugye, hogy a heroint kitalálta a Bayer gyógyszertár, gyógyszeripari cég, hogy az alkoholizmusról leszok. Hát valóban leszoktak az alkoholról, csak utána aztán a herkáról kicsit nehezebben jöttek le. Igen. Ahhoz képest az alkoholfüggés egészen kezelhető volt. Igen, és itt felmerülnek más kérdések. Ugye például Amerikában, ami a reklámozást illeti, ott a törvénykezés megengedi, hogy összehasonlítsd a termékedet reklámban más termékkel, na, akár agresszív módon is, hogy ez már kilóg ebből a sorból egyrészt, másrészt pedig nem azt mutatja meg, hogy mennyivel jobb ez, hanem az attitűd van ebben a szövegezésben benne, hogy nem annyira káros, mint amaz. Ott a csúnyák a szomszédban, velük van a baj, attól kell óckodni, nem mi, ha már ügyesebbek vagyunk. Most aztán hova teszed a mércét, hogy kinél vagy ügyesebb, vagy kevésbé károsabb? Ez már egészen másik reklám etikai kérdéseket is felvet bennem, mert hát nem olyan rossz, mint a lelegelni a nyersen egy nikotinföldet. Jó, köszönöm szépen az információt. Dohányföldre gondoltál? Igen. Nem olyan, mintha a bányában dolgoznál és szilikózist kapnál. Persze, de nem olyan rossz. És az se olyan rossz, tudod, mintha mit tudom én, az autónak a kipufogodobját vennéd a szádba. De hát nem azt kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy ez a termék rossz-e, vagy sem. Nem beszélve arról, és én Isten igazából akkor bosszankodtam fel nagyon, amikor a reggel azt olvastam, hogy ugye meséltünk korábban, mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik esetleg azt nem hallották, hogy nemrég Amerikából kitiltották az egyik ilyen neves,
cigi vagy e-cigi típusú terméket, és nekik volt egy ilyen hivatalos kommunikéjük, egy ilyen jó kis sajtóközleményük, amiben azt állítják, meg azt mondják, hogy nagyon komoly tudományos méréseknek és teszteknek vetették alá ezeket a termékeket, amelyeknek a vizsgálatoknak az eredménye az lett, hogy abszolút, de nem így káros, úgy sem káros, stb. Aztán, hogy a nagyon komoly vizsgálat, és egyáltalán, hogy kik végezték el ezeket a vizsgálatokat, és egyáltalán kikinek volt nagyon jó barátja, vagy ilyen pénz és boríték alapon működő nagyon jó barátja a tesztelés folyamata során, szerintem arról már kevésbé mernek bátran nyilatkozni. És itt a baj, amikor áltudományos cuccokra ráhúzzák azt a zsákot, hogy igen, ez mondjuk sokkal jobb, mint a rendes cigaretta. És ez meg van engedve reklám vagy promószövegben ráadásul. Na hát mi lesz ennek a vége, még nem tudjuk. Azt mondom, mindenki felelősség teljesen felnőttként saját kezébe sem kellene, hogy nem, hogy gyereke kezébe olyasmit adjon, amiről még nincsenek kimondottan tudományos kimutatások. Egyrészt, másrészt nincs hivatalos és hivatásos emberek által szabályozás papír meg törvénykezés letéve, úgyhogy ezektől egyelőre nagyon-nagyon óvakodjatok. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.